A Nyírség táncegyüttes hívta időutazásra a Sóstói Múzeumfalu vendégeit. A táncosok mutatták be a hagyományos húsvét hétfői locsolást. A Jánkmajtisi portán egy külön locsoló udvart nyitottak a program számára, ahol szinte óránként megismerhették a térség régi falusi szokásait. A lányok először egyedül táncoltak, ezzel még a böjti hagyományokat elevenítették fel, majd a legényekkel együtt folytatódott a tánc, ami a locsolással ért véget. Igazából nem maga a tánc volt a lényeg, hanem maga a húsvéthoz kapcsolódó rítusok, szokások, hagyományok, amiket próbáltunk így a nem színpadra, hanem így a közönség elé vinni, hogy a mai kor embere is egy kicsit jobban beleláthasson abba, amit régen a paraszti hagyományban készítettek, csináltak az emberek. Korábban nem kölnivel, hanem tiszta vízzel locsolták a lányokat. Ennek jelentése és eredete, hogy bőséget, termékenységet és megtisztulást tulajdonítottak a vízzel való locsolásnak. A lányok természetesen hímes tojásokkal készültek. Valamikor régen párosával adták a hímes tojást. Ennek a valamikori párban való hosszú élet tulajdonképpen a jelentése, és a lányok nagyon várták a legényeket. Természetesen könnyen mosható ruhákba öltöztek, és általában az volt a legbüszkébb lány, akihez legalább 3-4 legény banda is ellátogatott, aki bizony akkor hát szárazon nem maradt. Nagyon sokszor vödörrel locsoltak, de több esetben itatók vájuk mellé is elvitték a lányokat, hogy a kiürült vödröt azon nyomban újra tudják tölteni. A múzeumfaluban falusi vásár is várta a látogatókat, és természetesen a kézműves foglalkozások sem maradtak el húsvét idején. Ezúttal az ünnep köré szervezték ezeket a programokat is. Mattárban kétféle tojásfestő technikát lehet kipróbálni. Az egyik a hagyományos beregi aranyporos, illetve a savval maratott tojás technikáját sajátíthatják el az érdeklődők. És nem csak tojást, hanem kölni vizet is készíthetnek a fiúk saját kézzel maguknak. A Sóstói Múzeumfalu nagypénteken csendesen, visszafogott keretek között várta a látogatókat, majd nagy szombaton, húsvét vasárnap és húsvét hétfőn is rengeteg programmal készült. Több százan látogattak el a skanzenbe az elmúlt napokban. Jó volt a húsvét vasárnapja, együtt lenni. Jó volt, hogy a Dalinda ráhangolt bennünket a húsvét hétfői rocsolkodásra, jó kedvet hozott, és az csodálatos volt, hogy ez a szatmári hagyomány, ami ma már nem él, ami most csak itt a múzeumfaluban elevenedhetett meg, az örömet csalt az emberekre. Kísérgették az aranyszalmat néptánc együttes legényeit és leányait, és kántáltak együtt a közönséggel. Csodálatos időszak volt, én azt gondolom, és hát húsvét hétfő, miről szól másról, mint a megtisztulásról, a locsolkodás alja kiviseletbe öltözött Nyírségtánc együttes tagjaival valósulhatott meg. A Pénzügyőrzenekar nyitotta meg a skanzen új időszaki tárlatát, amely a 90-es évek kedvelőinek szól. A Csíkos táska tele bagázsnyik című kiállítás a 90-es évek határon átívelő kereskedelmét mutatja be. Tele a bagázsnyik, jegyzi meg a sofőr, majd kitűzi az úti célt, irány a határ. Áruval megrakott csomagtartók, csíkos táskával felpakolt kerékpárok és cipekedő gyalogosok ingáztak az országhatáron keresztül a 90-es években. Ez a leírás fogadja a látogatókat. Hogy miket visznek és hogyan, ezekre ad választ a Múzeumfalu időszaki kiállítása, amelynek kurátora Kész Réka. A határon való átkelés, a határon való kereskedelem egy megérhetési lehetőség volt, ezáltal tudták kompenzálni a 90-es évek áruhiányát, gazdasági válságát. Az új időszaki tárlat egészen augusztus 20-áig látogatható a Sóstói Múzeumfalu látogató fogadó épületében.